Vazarelli Fesztivál néven indult új kétnapos programsorozat Pécsen, a Nemzeti Színház, a Pécsi Balett, a Janus Pannonius Múzeum és a Város közös szervezésében. A megnyitó ünnepséget pénteken tartották a színház téren. Viktor Vazarelli pécsi születésű festő és szobrász munkássága előtt tiszteletet állító változatos programokon vehetnek részt az érdeklődők. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg. Lipit Zsolt színházigazgató stábunknak elmondta, hogy a program a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően valósult meg. Írtak egy pályázatot egy összművészeti kétnapos fesztiválra, úgyhogy ennek a pályázatok a segítségével tudtuk megvalósítani. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre is lesz erre lehetőség, és valóban hagyományteremtő lesz, és jövőre már második Vazarelli Fesztiválnak hívhatjuk. Én nagyon örülök neki, hogy ez létrejöhetett. Vágyam volt, hogy a színház ne csak színházi előadásokkal szolgáljon a pécsi publikumnak és a környékbeli színházba járóknak, a művészetek iránt érdeklődő embereknek, hanem valóban összművészeti kínálattal is tudjunk előrukkolni néha-néha. Ez ennek most az egyik első állomása. A kétnapos fesztivál repertoárjában helyet kapnak családi és gyermekrendezvények, de minden generáció számára szolgálnak színes programokkal. A megnyitó napján már egy kiállítással készültek a szervezők, ahol különböző üvegből készült alkotások láthatók. Az ENSZ döntésének értelmében 2022 egyébként az üveg nemzetközi éve, ezért is kapott nagy szerepet ez az anyag. A tárlaton szereplő műveket a Mohony Nagy Művészeti Egyetem hallgatói készítették. A fesztivál ideje alatt továbbá Vazarelli dédunokája mutatja be az Emlékiratok című könyvet, de opart tematikájú divat bemutatón, fényfestésen, workshopokon is részt vehetnek a látogatók.